Tudni ezzel a kamával kapcsolatban, ezt én arra határozottan emlékszem, hogy a kis szünetbe csináltuk, tehát a 10 perces szünetbe, mert a nagy szünetbe kizárólag csak futballról lehetett szó. Én arra emlékszem, hogy nagyjából olyan 4-5 ember volt mind a két csapatban, jellemzően fiú. Ahogy így visszaidézem, de hát azóta eltelt több mint 30 év, úgyhogy már megkoptak az emlékek. Úgyhogy azt kérném, hogy úgy próbáljuk, hogy akkor itt is milyen fiúk leállunk vegyesen, két csapatot csináljunk, és akkor próbáljuk ki, jó? Egy akkor mi és hanem tími morzsú, ugye, hogy teraz, hogy akkor viszkusam, és egy nagy jöcsötát. Tehát itt az úgy, hogy az arra jutott a csapat. Hát, nem, hát, két csapat, igen, hát, 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 mondd el egyszer, akkor melyik években és melyik iskolába, hol vagyunk? Hol vagyunk? Hát, mit, 62-63-ba, ez nagyon-nagyon rég volt, Vasgyári általános iskola. Az a gyanunk, hogy magát ezt a kama játékot, ezt talán ott találták ki. Ebbe a 17-es egykori főiskolába. Hallottál-e erről akkor bármit is? Elképzelhető, hogy valószínű, de hogy egész pontosan ki volt ennek a megszervezője vagy kitalálója, nem tudom, de az biztos, hogy ott kezdődött, mert utána több iskolák is érdeklődtek, eljöttek onnan csapatokkal, gyerekekkel, felnőttekkel is, és próbálgatták ezt a kamát elsajátítani, ami így első látása egyszerűnek tűnik, de mégsem volt egészen egyszerű. Úgyhogy meggyőződésem valószínű, mivel más származási helye nincs, sem külföldről, sem innen magyar honból, valószínű, hogy ez annak a szülöttje az iskolának. Összebújtunk, és valaki egyszer, és mindenki így szaladt. Mindenki zsebre dugva egy ruhája alatt dolgot, és utána pedig valaki, akik szépen egyszer csak szétoszlottunk, ugye ugyanannyi ember volt mind a két végén, mindenki fogott valakit. És utána pedig így lehetett rohanni, és így lehetett gordobni. Nekem ennyi rémlik. Mivel én voltam a csapatkapitány már hatodikos koromban, az természetes, hogy futballoztunk, és így egy kicsit a kama nálunk, ebbe a én körömbe, akik ugye a futballal, vagy a futballban szorgoskodtak, azoknak kiesett. Tehát mi nem nagyon kamásztunk, mi ugye inkább elnéztük, hogy a többiek hogy játszanak, meg ott birkoznak, egy kicsit olyan, mondjam azt, hogy ügyefogyottnak tűnt ez a játék, hogy ott állnak 8-10 az egyik oldalon, a másik oldalon, egy labdával killódnak, rángatják egymás ruháját, most ezt kiestél, te nem estél ki. Na, egy kicsit furcsa dolog, de volt, amikor engem is ráveszéltek, aztán leszálltam én is. Szabályok, hogy játszottatok? Pont ez az, amire én nem nagyon emlékszem, csak hát arra emlékszem, hogy elkezdtünk ott kergetőzni, és akkor akit megérintettek, vagy utolértek. Ez egy picit olyan, nem is tudom, olyan félreérthető volt, hogy most utolértelek, nem értelek, akkor te most kiálltál, akkor ment a veszekedés, hogy hát de nem ért hozzám rendesen, csak éppen, hogy érintette, én nem állok ki, és ment a vita. Hogy aki elkapta, akkor az kamát fogott, vagy kamát kapott, betette a blúzába, összecsoportosoltunk, és szétrebbentünk. Na most, hát már most itt megint elakadtam, hogy nem tudom egész pontosan. Arra emlékszem, hogy szaladt mindenki,